Az Incédi György szakközépiskola is a nyíregyházi szakképzési centrum része. A központhoz ezen kívül még 9 iskola, 14 telephelye tartozik. Ez az intézmény is megújult az elmúlt időszakban. Többek között felújították a homlokzatot, nyílászárókat cseréltek és a tantermek is megújultak. A munkálatokban az intézmény festő, mázoló, tapétázó diákjai is segítettek. A szakképzési centrum a saját költségvetéséből az elmúlt 2,5 évben 112 millió forintot fordított az iskola épületek karbantartására, és 51 millió forintot különböző felújításokra. Ebben a tanévben pedig a Nemzetgazdasági Minisztérium is támogatta őket. Ez a támogatás két részből áll, egyfelől majdnem 118 millió forint az infrastruktúrális felújítás, ma éppen itt az Incédiben, Incédi szakgimnázium, szakközépiskola és szakiskolában több minden megújul, épületek, a torna pálya megújul. Ez nagyon fontos, hogy a tárgyi feltételek adottak legyenek, de emellett nagyon fontos a tartalmi fejlesztés is, és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, amelyhez 10 iskola tartozik, 10 tagintézménye van, Zömmel Nyíregyházán vannak, van egy Tiszavasváriban és Tiszalökön, 512 millió forintos pályázatot nyert el tartalmi fejlesztésre. Ezt a forrást fordíthatják tananyagfejlesztésre, a pedagógusok továbbképzésére és egy digitális alkotói közösségi kör létrehozására, annak érdekében, hogy a digitális eszközök is bekerüljenek a szakképzésbe. A támogatást különböző intézmények beruházásaira is fordították. Ez a miniszteri döntésen alapuló felújítás most érinti a tiszalöki iskolát, ahol majd jövő szerdán egy ugyanilyen felújítás lesz, de érinti a tiszavasvári iskolát is, és a Bencsben egy kisebb felújítás volt, ami egy ilyen elektromos felújítás. Mindezek mellett vannak nagyobbak is, egy 200 milliós kehopos energetikai korszerűsítés folyik a Bánkiba, és több intézményünkben pedig napelemes pályázat révén történtek felújítások. A centrum 15 telephelyén összesen 7500 diák tanul, és mintegy 900 alkalmazott dolgozik. A felújítások biztosítják számukra a színvonalas feltételeket.